Ez a videó azoknak szól, akik esővíz szikasztó kivitelezésén gondolkodnak. A videóban szó lesz arról, mit kell tudni egy blokkrendszerű szikasztóról alapvetően, mennyi ideig tart a kivitelezése, mekkora felfordulással jár, mit láttuk belőle, miután elkészült, mekkora karbantartás igénye, milyen garanciák vonatkoznak rá a hosszú távú működés során. Gyertek, tartsatok velünk! Az első nap úgymond felvonulási nap szokott lenni, ezen napon kiszállítjuk mindegyik munkagépet, beszerezzük a szükséges anyagokat, megrendeljük a konténert. A munkánkhoz legtöbb esetben 2 darab munkagépet használunk, egy bobketet és egy forgókotrót. A forgókotró mérete attól függ, hogy mennyi hely áll rendelkezésre a munkavégzéshez, illetve mekkora a szikasztó mérete. A nagyobb méretű szikasztókhoz nagyobb forgókotrót használunk, a kisebb méretűekhez kisebb is elegendő. A második nap kiássuk a munkagödröket. Amikor megfelelő mennyiségű hely áll rendelkezésre, akkor kiássuk előre a csatornaárkokat, majd azután kezdjük meg a szikasztó munkagödrének kiásását. Ez elég nagy felfordulással jár, mint ahogy lehet látni a videón is, de ezt a végén majd mind eltüntetjük. A csatorna csövek lefektetésével párhuzamosan elhelyezésre kerül egy szűrő is. A tetőről lezuduló csapadékvíz ezen a szűrőn keresztül jut el a szikasztóba, így a szikasztóba kizárólag szűrt szennyeződésektől mentes víz kerülhet. A műanyag blokkos esővíz szikasztó rendszerek sokkal stabilabb megoldást nyújtanak hosszú távon, mint a kavicsos társaik. Nem deformálódnak az idő elteltével, megfelelő szűréssel kizárt, hogy eltömődjenek, akár tisztítási lehetőséggel is telepíthetőek, kicsi a helyigényük és örök életű megoldást nyújtanak az esővíz elszikkasztására. Ennél a munkánál a csövek a munkagödör kialakításával párhuzamosan elhelyezésre kerültek. A harmadik napon így a szikasztó alapjának kialakításával folytattuk a munkákat. Erre kerülnek majd elhelyezésre a szikasztó alaplapjai. Egy 10-15 cm-es kavicsréteget terítünk a munkagödör aljára, amit vízmértékkel lehúzunk, majd hogyha nem homokos a talaj túlságosan, akkor lapvibrátorral le is döngöljük, majd újra elhozzuk, hogy minél vízszintesebb felületre kerüljön a blokk alaplap. Leszabjuk a geotextiliát, majd 40 centis átfedésekkel beterítjük a munkagödörbe, és erre kezdjük el elhelyezni az alaplapokat. Miután minden alaplap elhelyezésre került, jöhetnek a blokk szikasztó elemek. Ezeket is szépen sorban ráhelyezzük az alaplapokra, akár több sorban is, mint ahogy a videón látható. Az alaplapokat és a szikasztó blokkokat is egy rögzítő patenttel egymáshoz rögzítjük. Miután elkészült a rendszer, gondosan körbe csomagoljuk geotextiliával. Ennek a legfőbb szerepe, hogy a szikasztó és a talaj között egy záró réteget képezzen, ami vízáteresztő. Így nem kerülhet föld a szikasztóba, azonban a szikasztóba kerülő csapadékvíz kiegyenlített módon egyenletesen el tud szivárogni. Elhelyezésre került egy úgynevezett betekintő nyílás a szikasztón, amin keresztül ellenőrizhető a szikasztó belseje. Továbbá ez egyben lehetővé teszi, hogy a szikasztóba ömlő víz által kiszorított levegő szabadon távozhasson. Miután bekötöttük a csöveket, becsomagoltuk a szikasztót, ezután körbetöltjük kavicssal. Végül megkezdődhet a szikasztó letemetése. Most a harmadik napnál tartunk, a negyedik napon finom munkálatokkal folytatjuk majd, amikor már a terepen végezzük az utolsó simításokat. A kitermelt föld feleslegessé vált részét ennél a pontnál kezdjük el kihordani a konténerbe.
Ha lehetőség van rá, akkor a területen elterítjük. Ebben az esetben nem volt, úgyhogy itt 3 darab 8 köbméteres konténert töltöttünk meg földdel. A kihordást 2 géppel végezzük, egy homlokrakodóval és a videóban már eddig is említett forgókotróval. A gépi munkát követően kézzel is rendezzük a terepet. Sokan azt gondolják, hogy a szikkasztórendszer kivitelezés egy egyszerű folyamat, és bárki meg tudja csinálni. Azonban ez nem teljesen így van. A munka során legtöbbször nagy mennyiségű földet mozgatunk meg, ehhez munkagépeket kell használnunk. Azt gondolhatjuk, hogy például egy 6 köbméteres szikkasztóból 6 köbméter földet fogunk kitermelni. Azonban ez a földmennyiség a kitermelés során fellazul. Ez talajminőségtől függ, hogy mennyire. A 6 köbméterből akár 10-12 köbméter is lehet a végén. Ezzel nem minden esetben számolnak a tulajdonosok. A gépekkel való közlekedés, továbbá a szikkasztórendszer pontos összeszerelése, a lejtések, szintek beállítása, és hogyha például szűk helyen dolgozunk, akkor a logisztika is nagyfokú koncentrációt igényel részünkről. Miután a terepet elrendeztük, már csak a szűrőnek a fedele és a betekintő nyílásnak a fedele az, ami látszik a talajszint felett. Körülbelül ennyit látunk a szikkasztóból, miután elkészült. Innentől kezdve már csak várni kell az esőt. A csapadékvíz szikkasztó karbantartás igénye nagyon csekély. Elegendő, hogyha havonta egyszer biztonsági szempontból rátekintünk a szűrőre, illetve ősszel, lombhullás idején célszerű egy kicsit sűrűbben megnézni, nem-e tömődött el a szűrőkosár. Alapesetben a mi általunk telepített szikkasztókra 5 év teljes körű garanciát biztosítunk. A nagy felfordulást rendezett környezet váltja fel, most már csak a fűmagvetésre vár a terület.